Nem értem, miért tartom még mindig magamnál ezt a snacket, inkább csak lerakom valahova. Mondom, lerakom. Így, ide. Itt hagyom Jessie-nek. Magammal viszek inkább egy ilyen coffee creamert. És amúgy szerintem én ezt a deszkát csak egy nagyon rövid ideig fogom magamnál hagyni. Ugyanis itt most annyi a lényeg, hogy el kell mennünk körülnézni ebben a plázában, amit ugye már megszálltak a zombik. Hogy fényderítsünk arra, hogy itt vajon mi is történt. Legalábbis úgy emlékszem, hogy ezt kell. Igen, és Otis az a játék során nagyon gyakran fog bennünket felhívni. Mindig azt mondja majd, hogy hallott Frank, most itt vagy, itt most ezt tudsz csinálni, meg különböző dolgokat tudsz ezen meg ezen a helyen csinálni. Tehát állandóan hívogatni fog meg akkor is, mikor valami érdekességet vesz észre a kamerákon keresztül. Azt is mindig tudassa velünk. Na. Amit még el szeretnék nektek mondani, az, hogy először is eldobom ezt a rágot. Na, már megint felhív. Na, hát igen, elmond ilyen. Igen, elmondja, hogy van egy ilyen fiatal csávó ott a Paradise Plaza-ban, aki ugyanúgy egy kamerát hordoz saját magánál, tehát valószínűleg ő is egy ilyen fotóriporter, mint én. Igen, elmondja ugyebár, hogy bár ez a csík mutassa azt, hogy mennyi időnk van elvégezni ezt a küldetést. Általában, hogyha kék, az azt jelenti, hogy nagyon sok időnk van, több mint 6 óra. Amúgy a játékban egy nap, az a való életben 2 óráig tart, 2 óra hosszáig. Tehát utána gondolhatjátok, hogy mennyi időbe telik itt 6 óra. Utána ez a sárga, ez azt jelenti, hogy kevesebb, mint 6. Tehát ez a piros az az, hogy már csak 3 óránk van, ez pedig, hogy nincsen ott semmilyen csík, az nem azt jelenti, hogy mindjárt azonnal le fog járni, tehát hogy már nagyon kevés időnk van, tehát hogy szinte semennyi időnk nincsen, hanem az, hogy nincsen limit, tehát ez az egy korlátlan. Bár ilyennel nem igazán fogunk találkozni a játékban. Na, igen, felvettem ezt a próbababa torzót, ez az egész játékban a legeslegjobb fegyver. De így komolyan viccen kívül, ez a legjobb. Tényleg ez a legjobb. Na igen, itt most megyünk is tovább. Megint egy cutscene. Igen, van is nálunk egy fegyver. Amit előre leszeretnénk szögezni, hogy a lőfegyverek ebben a játékban nem igazán hatásosak. Tehát az ütőfegyverek azok a leghatásosabbak. A pisztolyok, meg ezek a shotgunok, meg a gépfegyverek, meg a sniperek, ezek sem haszontalanok, de messze nem olyan jók, mint például ez a Manny Quinn torzó. Ez a legerősebb amúgy, higgyétek el. Na igen, ott is van már is egy ilyen küldetés. Kettőféle küldetés amúgy, cut from the same cloth, ez igazából teljesen ez csak egy mellékküldetés. A fő küldetéseket mindig legelső helyen adja be, na hát még egész sok időnk van erre. Nem értem úgy, hogy tényleg miért mondják azt, hogy hát minden időre megy, ez egyáltalán nem szórakoztató, de hát nézzétek már mennyi idő van, hát simán meg lehet ezt csinálni, nem olyan lehetetlen ez, mint ahogy ezt egyesek állítják. Az a nyílmutassa merre kell menni, mert gondolom ez eléggé egyértelmű. Na. Ki is mentünk ide a plázába. Itt van ez a Cam's Camera. Mint ahogy láthatjátok, nekem már csak 3 ilyen fényképes cuckombom maradt ebben a fényképezőgépben. Ezért bemegyek ide ebbe a boltba, hogy újra töltsem, hogy megint 30-szor tudjak fényképezni. Battery is changed, úgyhogy már
ismét tudok 30-szor fényképezni, úgyhogy... Yep. Gyorsan ide felugrok, mondom felugrok, na végre. Most ruhát azt nem fogok cserélni. Ezeket a... nem tudom már milyen surfbot maszkokat fel lehet tenni, azt hiszem a zombik fejére, és hogyha azt lefényképezik, kapok érte... lehet érte kapni, tehát ilyen humorpontokat. Érdekes. Ott írja, hogy PP, tehát ezt most le lehetne fényképezni, és szerintem én ezt meg is próbálom lefényképezni, csak hát... Oké, siker. Fantasztikus. Még egy ilyen érdekes dolog, hogyha a játékban felvesztek ilyen különböző magazinokat, ilyen könyvszerűségeket, vagy hát magazinok, nem hiszem, hogy be kell mutatnom azt, hogy mik azok a magazinok, szerintem mindenki tudja, hogy mik azok. De hogyha azokat felvesztük, ilyen különleges ilyen boostokat, vagy ilyen fejlesztéseket kap a karakter, vagy hát ilyen segítséget. Van olyan, amitől, mit tudom én, több ütést bír ki egy bizonyos fegyver, mert igen, mert a fegyverek ebben játékban is kopnak, tehát egy idő után össze is törnek. Szerintem én ezt a shotgun már nem fogom alkalmazni, nem is értem igazából, hogy miért vettem fel. Igen, van itt igazából az... Tehát igen, itt most elmagyarázza, hogy különböző magazinok különböző ilyen segítséget adnak a karaktereknek. Például ez arra jó, hogy ilyen interior dizájnos tárgyak háromszor annyi ütést, meg ilyen ölést bírnak ki, mint általában. Ott is van az a könyvikom, ott az utas, hogy most tartósabb valamennyivel ez a fegyver. Igen, úgy bizony. Viszont ez a háromszor annyira tartós ilyen boostolás, ilyen kis segítség, ez csak addig érvényes, amíg nálam van ez. Amint letettem, már nem érvényes, viszont most, hogy megint felvettem, már érvényes. Igen, olyan elkapott ez a kis nyomorult zombi. Na mindegy, megmenekültem tőle. Ó igen, még egy érdekes dolog, amit meg szerettem volna nektek mutatni, az az, hogy ugyebár a Dead Rising 1-ben még nem lehetett összekraftolni a fegyvereket, viszont a Dead Rising 1-ben már össze lehetett turmixolni az italokat, meg ezeket. Ott van Kent, de ő vele nem fog beszélni. Kent ugye az egyik legirritálóbb karakter az egész játékban. Most de veled nem fog beszélni. Ide rakom ezt a... Na itt van ez a turmix gép. Az egy Racing 1-ben, hogyha sok italt megittatok, meg ilyesmi, akkor semmiféle negatívumot nem kapott a karakter. Viszont a Dead Rising 2-ben, hogyha nagyon sokat ittatok, akkor egy idő után a karakter behányt. Meg itt ebben a játékban, hogyha különböző dolgokat megittatok, azt hiszem, például, hogyha összekevertetek különböző dolgokat itt a Turmix gépen, hogyha azt megittátok, akkor... De mindegy, amit szeretnék nektek mondani, hogyha ezt a turmixoltok kettő cuccot a Turmix gépben, akkor az a cucc több HP-t ad vissza, mint amit amúgy adna vissza egy ilyen átlagos ilyen HP-t visszatöltő cucc. Ez is nem számít. Ó igen, pirossal jelzi a brutalitást, ez akkor van, mikor egy ilyen erőszakos képet lefényképezünk, mint például lelőnek egy zombit, vagy felrobbantunk egy zombit. A dráma az az, hogyha egy ilyen egyszerű túlélőt lefényképezünk. Az outtake az egy ilyen humoros kép, például hogyha ráhúzunk egy zombira valamilyen maszkot, vagy valami vödröt, és azt lefényképezik. A horror az az, hogyha egy ilyen egyszerű zombit lefényképezünk. Az erotika az pedig az, hogyha valami, hát ilyen szexi képeket lefotózunk, mint például egy nőnek a melleit, vagy egy zombi nőnek a melleit, vagy... Mindegy, ezt most nem szeretném annyira fokozni, majd még meglátjátok. Menjünk át a Leisure Parkba. Itt is volnánk a Leisure Parkba, el kell menni Bradhez, mert Brad elvileg bajba került, és most kell neki egy kis segítség. Hát persze, mi oda megyünk és segítünk neki. Mert ezt nem tudom, hogy ezt az előbb mondtam már, én ezt a magazint azért szedtem fel, hogy ez a próbava háromszor annyi zombiölést bírjon ki, mint általában, mert mindig fegyvernél úgy van, hogyha
nagyon sok zombit megölünk vele, akkor egy idő után már elkopnak és egy idő után széttörnek, tehát már nem tudjuk őket használni. Viszont hogyha nálunk van ez a magazin, akkor háromszor annyi ölést bír ki, mint amúgy. Meg amúgy tényleg nézzétek meg, ez a fegyver nagyon hatásos. Hát egy öléssel megöli az összes zombit, nem az összeset, de van hit kill, csak ennyit mondanék. És amúgy ez nem is sebez keveset, hogyha a bosszok ellen küzdünk. Ezt tettem. Ó, igen, ott láthatunk jó pár zombit egy helyen, azokat le is fényképezem. Tökéletes. Most megpróbálkozhatnék azzal, hogy a fűnyíróval elütöm őket, de szerintem ez nem egy jó ötlet. De mindegy, megpróbálom. Igen. Hogyha ilyen brutálisabb kivégzéssel ölöm meg a zombikat, akkor azért is kapunk valamennyi PP-t, csak így simán. Mint például, ha egy fűnyíróval elütök egy zombit, azért kapok 10 darab PP-t. Ó, igen, és ott láthatjátok, ottni. Itt van egy kéz. És hogyha azt a kezet felveszem, és eldobom valamelyre, akkor a zombik afelé fognak elmenni, mert megpróbálják megenni azt a kézt. Hát most ez pont nem működik, mert most éppen én rám fókuszálnak, nem pedig arra kérdés, és aja, itt mászkál egy zombi, több is, de bemegyek ide a food courtba, és igen, itt találkozhatunk a Dead Rising széria legelső boss fightjával. Igen. Ott is volna Carlito, akivel az előbb találkoztunk. Vajon mi történhetett itt? És itt van Brad, ezek ketten egymásra lőnek. Igen, bajba került sajnos Brad, és neki segítenünk kell, neki, ezért nekünk, igen. Amit az előbb elfelejtettem megemlíteni, hogy bizonyos dolgokat, hogyha összemixeltek, azok egyrészt több HP-t adnak vissza, mint általában. De a Dead Rising 1-ben csak teljesen mindegy, hogy mit craftoltatok össze, mindig jó cuccokat kaptatok. Viszont az Dead Rising 2-ben, hogyha összekraftoltok kettő dolgot, viszont hogyha valami rosszat kaptok, az ugyanúgy visszatölti a HP, viszont utána okáttok. Dead Rising 1-ben ilyesmi még nem volt, ott bármit megijattatok, bármennyiszer, nem lett tőle semmi baj a karakternek. Viszont, hogyha valami rothadt kaját, igen, mert a Dead Racingben van rothadt étel is, legalábbis az 1-2-ben meg a 3-ban volt, na akkor akkor lényegében, hogyha összegrafoltok kettő ilyen nem egymásba illő ételt, vagy mit, vagy hát nem tudom, hogy meg fogalmazzam meg, de az a lényeg, hogyha valami romlott ételt tesztek meg, valamelyik Dead Racing játékban, akkor elhányjátok magatokat, viszont hogyha egy ilyen egyszerű ételt tesztek meg, akkor visszatöltitek a HP-t, viszont hogyha... Ó, oh, miért dobtad el ezt az izét? Igen, Carlito itt nagyban dobálódzik a gránátjaival. Most amúgy nem tudom, mivel próbálkozok, de sem jóval, ezt már most tudom. Ó, igen, már látjátok? Ennyire hatásos ez a próbava. Egy lőszert sem kellett elpazaroljak. Csak egy párat beöltöttem és... Ennyi kész, le van győzve. Ennyi, mondom. Próbava leghatásosabb fegyver az egész játékban. Legalábbis a torzója azaz. He got away. Who was that anyway? I don't know. Well, thanks for your help. The name's Brad. I'm Frank West, photojournalist. And right now, I'd rather have an explanation than your thanks, Brad. Sorry, I've got nothing to tell you. Look, I don't know what Jesse told you, but as far as I'm concerned, we're through working together. So you cover your zombie story and leave the rest to us. You guys are looking for someone here, aren't you? Hmm? Who is that?
Where did you take it? You help me, I help you. Damn. You're one hell of a journalist, aren't you, Frank? A hot-headed, underhanded, hotshot paparazzi with nothing better to do than to invade people's privacy. I try. You got a point? You win, Frank. Let's work together. Jesse and I are DHS agents. And yes, we are looking for the man in that picture. You're with Homeland Security. Is that guy a terrorist or something? I took that picture in the entrance plaza. Right near the front door. The entrance plaza. You're sure? Hey! So do I have your permission to cover this story? Or not? Igen. Ezzel késős volnánk. Legyőztük az első pszichopatát, mert hát az Ezra szint valamiért így hívja a bosszokat a pszichopaták. Elértük a 4-es szintet, így most egy kockával nagyobb lett a HP-nk. És a semmiből ide termett egy csomó zombi. Nem tudom, hogy miért, de valamiért igen. Le is fotóztuk. Brad ott nagyban próbálkozik harcolni ellenük, úgyhogy lövöldözi őket messziről, vagy hát nem messziről, hát ott van a közelében egy pár. Brad az addig nem fog tovább menni, amíg mi nem mondjuk neki, hogy mehet tovább. Igen, és most írja ki a játék, hogyha elkap bennünket egy zombi, akkor az A és a D-t kell folyamatosan nyomogatni, hogy leszedjük magunkról, viszont néha ránk feküdnek, így ránk teinkednek, és akkor egy nagyon rövid idő alatt le kell nyomni egy bizonyos gombot, amit ez a 4 közül kiad. Hogyha mellé nyomunk, akkor belénk harapnak, nem változunk utána a zombival, nem csak egy jó pár HP-t levesz. Egy kis quick time event, hogy egy bizonyos idő alatt le kell nyomni. Ó, és még valami, itt van egy konditerem. Basszus, ezt nem akartam. Na. Felvesszük itt ezt a súlyzót, neki dobjuk ennek a homokzsáknak, vagy minek. Így né. És ezt szétverjük. Az összeset szétvertük, azért most kaptunk valamennyi PP-t, 10 000 pontosan. Most kaptunk egy ilyen skill move-ot, az egy ilyen különleges mozdulatot. Így né. Megöltük még ezt az egy zombit. Erre igazából már nem is lesz szükség, úgyhogy eldobjuk. Erre viszont még nagyon szükség lesz, és itt volna egy WC. Úgyhogy itt el is mentsük a játékállást. Így né, tökéletes. Na, akkor kövessük Bradet. Brad az valahol itt van. Kell neki egy kis segítség, ahogy én ezt látom. Ó, igen, és az előbb szólt nekünk Otis, hogy látott kettő embert, aki bebarikádozta magát ide, úgyhogy megpróbálom őket megmenteni. Nem hiszem, hogy jó ötlet, és szerintem biztos nem fog sikerülni, de megpróbálkozok vele. Bár lehet, hogy inkább később kellene. Á, nem, próbálkozok most. Szétverem ezt, hogyha tudom. Oké, szétvertem. Már csak ezt a széket kellene. Hát úgy tűnik, hogy a szék nem fog sikerülni. Na mindegy, akkor eldobom. Mondom, eldobom. Mehetek már el az útból. Na, így. Hello? Another crazy person. Oh, mi van? Oh, igen, most ellenünk fordul, és felejtettem. Hé, ugodj már le. Igen, ezt meg kell verni egy kicsit, hogy észhez térjen.
azt hiszi, hogy ellenségek vagyunk, de nem, úgyhogy muszáj kicsit megverni. Na most már ugye észhez tért, oké. Nem benne. Nyerjünk már. Na, oké, tehát ezt a kettő csávot meggyőzik, hogy velünk jöjjenek egy biztonságos helyre. Viszont ez a Bart, ez az egyetlen olyan csávó, aki tudja, hogy hogy kell harcolni. Ez az Aaron nevű gyerek, ez amúgy teljesen gyáva, tehát nem tudja megvédeni saját magát, úgyhogy... Hát nincs jobb ötlete, mint hogy odaadom neki ezt az egy pisztolyt, de szerintem ezzel életem egyik legnagyobb hibáját fogom elkövetni. Meg odaadom ezt a... Ezeket a sütiket odaadom Bartnak, mert kicsit lesebeztem a HP-ját. Oké, visszatöltött ki valamennyire. Ezt az egy darab tejet ezek magammal viszem még. Na gyertek. Igen, még egy hasznos dolog. Hogyha akkor eldobom ezt a tejet, hogyha felvesztek egy ilyen naphernyőt, vagy nem tudom pontosan mi ez, és lenyomva tartjátok a bal kliket, akkor ilyen rohamozószerűen tudtok rohamozni, és így át tudtok törni a zombi tömegen. Ezzel nem ölitek meg a zombikat, hanem csak simán át tudtok törni. Viszont ezzel is azért vigyázni kell, mert egy idő után széttörik ez. És ahogy látom, valamiért ezek ketten hátra maradtak. Na mindegy. Visszamegyek. Ó, igen, és megütött ez a zombi, és egyből elejtettem ezt az egy cuccot. Igen, mert az ilyen nagy darab holmikat nem tudom magamnál elraktározni. Na, végre jöttek. Oké. Odéblököm őket. Ó, igen, már villog. Mármint így pislákolott felülről, tehát nem sokára széttörik. Jó, ne gyertek csak. Erre már igazából nem is lesz szükség, tehát nyugodtan eldobhatom a francba. Oké, tökéletes. Akkor irány az Entrance Plaza. Na, velünk jöttek ezek ketten, tökéletes. Itt van Otis, elmondja, hogy hol vagyunk, mint hogyha nem láttuk volna a kiírásokból. Ja nem, most éppen azt mondja el, hogy látott valakit. Valami nőt látott, nem tudom már, hogy is mentsük meg, és vigyük vissza a safe house-ba, az irodába, hogy kapjak érte PP-t, hogy túlélőket mentsek. Na mindegy, ez most nem lényeges. Otis nem egy jó arc. Vagyis hát az, de jobb arc is lehetne, mert állandóan hívogat, és egy idő után eléggé irritálóvá válik. Ráadásul ezeket nem is lehet skippelni még a Dead Rising 1-ben, tehát muszáj mindig végighallgatni őket. Ráadásul Otis még meg is sértődik, hogyha nem hallgassuk végig, és letesszük a telefon, mármint így kinyomjuk. Oké, ahogy látom, Aaron és Bart kicsit le van sebezve, de nem baj, szerintem ez még tűrhető. Jó, Brad éppen megy arrafele, tehát itt fogunk majd találkozni megint ugyanezzel az öreg emberrel. Megeszem ezt az egy snacket, hogy visszatöltsem azt az egy HP kockát. If you could just kindly come with us, we can wrap this whole thing up. No, I'm not leaving until you can Absolutely, guarantee sir. Me safe passage just open to this these... gate. Just open this gate, no. It's for your protection. Just I am not opening any gate. Thank you very much. I'm going to stay right here. Dr. Barnaby. It's safe. Sir. Thank you and goodbye. Dr. Barnaby. Goodbye. Well, what happened? You can't just arrest him? He turned down my offer to protect him. Said he isn't going anywhere until I can guarantee a secure route out of here. Jesse has a direct line to HQ. The first thing we need to do is to call for backup. Igen. Na, Otis végre elmondja, hogy az Entrance Plaza-ban vagyunk, de hát ezt az előbb is elmondhatta volna. Meg már igazából szerintem mi magunktól is rájöhettünk volna, de mindegy, nem számít. Az a lényeg, hogy... melyik ültöknek van kevesebb HP-ja? Bárt azt szerintem kibírja, de Aaronnak kellene ezt odaadni. Jól van, ha már visszaszpónolt, akkor már odaadom neki. Ojaj, hát Bárt szerintem te ott már meghaltál.
Így, hát igen, Bart az meghalt. Hát sajnálom Bartocska, de... Hát ennyit erről. Ajjaj, Bart zombivá változott. Ugye éronta azért még velem jössz. Hát igen, sajnos Bartot nem sikerült megmenteni. Hát Aaron, ahogy látom, nem igazán akar velem jönni. Ha mindegy, megmentem attól még. Vagy legalábbis megpróbálom megmenteni. Ajjaj. Most megiszok egy ilyen izét. Igen, az előbb nem hiszem, hogy mondtam el, hogyha bizonyos dolgokat összekeverek, akkor különböző képességeket adnak. Például gyorsabban szaladok tőle egy rövid ideig, vagy nem tudom már igazából mi. Csak erről az egy különleges képességről tudok. Erről a kis boostról. Ha jól van, Aaron úgyhogy nem fog velem jönni, úgyhogy... Aaron, gyere már! Hú, de gyorsan megyek. Nem semmi. Hoho, mint flash a villám. Na jössz már végre, Aaron? Aaron? Hát szerintem nem. Na de, jön ez, nagyon gyorsan. Na gyere már, Aaron. Gyere. Oké, gyere. Oké. Tökéletes. Na, pont velem is jött. Aaron, te várj meg itt. Én addig szerzek neked egy kis piát. Amivel felviheted a HP-dot. Oké, Otisnak most nem veszem fel a hívását. Ez a legjobb döntés. Oké, vissza is töltődött maxra a HP-ja. Visszaadom neki ezt az egy... pisztolyt. Ó, még valami. A Dead Racingban, ami nekem nagyon tetszett, az a serpenyőknek a használata. Ugyanis a serpenyő az alapból egy egész jó kis fegyver. Nem csak a Dead Racingban, majdnem az összes zombis játékban az. De ami lényeges, hogy ha megfogtok egy serpenyőt, és ráteztek egy ilyen sütőlapra vagy mire, akkor egy idő után elkezd füstölni, és hogyha füstöl, akkor... igen, mivel most már füstöl, ezért most, hogyha felveszem, és lenyomva tartom a balkliket, akkor oda nyomja a levegőbe, és hogyha ezt egy zombival csinálom meg, akkor az arcába nyomom, és tiszta piros lesz az arca. Hát igen. Égett a pofája ettől, és ezért kapom 100-assával a PP-t. Egész jó cucc, nekem tetszik. Érdekes. Gyere, Aaron, ne siránkozz, menj oda. Ott is még mindig hívogat, de nem fogom felvenni. Mert most olyan kedvemben vagyok. Szerintem még vissza... De miért nem oda mész? Ó, igen. Ezt is elfelejtettem, hogy néha Aaron csak úgy gondol egyet, és nem oda megy, ahova kijelöltem, hogy menjen, mert oda jelöltem ki. Most oda menj, ide menj, oda menj, és néha nem reagál. Na, most akkor oda menj, Aaron. Hát nem. Na mindegy. Menjünk ide. Ó, igen. Na, itt vannak a következő pszichopaták. Ezek, kérem szépen, nem mások, mint az elítéltek, a konviktek. Ezek a Dead Rising egy rémei, úgymond, mert ezek minden nap újraélednek, hiába ölöd meg őket, és egy ilyen katonai jeeppel csapatják nagyban. Az egyiküknek egy ilyen, nem tudom már milyen lőfegyvere is van, meg az egyiküknek egy baseball ütője is van, tehát ezek itt konkrétan gyilkolják az embereket, a zombikat, mindenkit, akit csak láttak, és őket eléggé nehéz megölni, főleg akkor, hogyha az ember még nem annyira jó ebben a játékban. Viszont a Betét zenéjük az nekem tetszik. Hát Aaron, szerintem te itt most meg fogsz halni, mert én téged ezek ellen nem tudok megvédeni. És ott van Sophie is. Szerintem őt sem igazán fogom tudni megmenteni, de ki tudja. Sophie, gyere már ide, busztott szemét. Na gyere. Gyere már, aj, basszus, akkor mit dobja fel. Ó, igen, neki pont nem lehet fegyvert odaadni. Áj.
Jó, mindegy, akkor ezt a sárpályt inkább eldobom. Na, tökéletes. Akkor puszta kézzel látok, na gyere csak, Szofi. Hát érem, te is gyere. Fanálod egy kicsit, a puszta, hogy csak tudsz azzal valamit csinálni, de nem már. Ezek lőnek. Oké, ne kimentek annak a fának. Ajjaj, ne. Júj, szerintem éront azok. Azt most elütötték. Ó, nem, éront még lembezem. Ajaj, mindegy, ezek nagyon meg akarnak jönni. Menjetek neki annak a fának. Ajaj, éront kicsit megsebezték. Ó, pedig annyira reméltem, hogy neki menjek. Hogy gyertek, mert. Gyertek már, jajajajajaj. Gyere, Aaron, mindjárt meglegyünk. Vagy csak én. Mi a franc ez? Ó, igen, még valami. 7 óra van a játékban. Ilyenkor az történik, hogyha este van a játékban, hogy a zombik megvadulnak. Így piros lesz a szemük, és agresszívabbak lesznek. Ez amúgy az összes Dead Risingre jellemző, a negyediken kívül. Szóval, hogyha este van a Dead Risingban, az csak annyit jelent, hogy a zombik sokkal agresszívabbak lesznek, mint amilyenek általában nappal szoktak lenni. Igen. Ja. Ó, oh, oké. Okay. Ez az. Most, hogy újra betöltött a pálya, elspónolta innen ezeket a konvikceket. Na, gyertek. Ugye velem jöttök. Ó, oh, ez az. Gyertek. Oké. Okay. Most menjünk szépen vissza a safe house-ba. Na igen. Itt most találkozni fogunk egy egészen hatásos zombiírtó módszerrel. Vagyis a játék megtanít bennünket egy egészen hatásos zombiírtó módszer, ugyanis, hogyha egy méhet elkapunk egy ilyen üvegben, utána pedig nekidobjuk a földnek, akkor a közelünkben lévő zombik, enyhén szólva meghalnak. Ugyanis, annyit elárulok, hogy ezt a zombi apokalipszist részben méhek okozták. És ezeket, hogyha a zombik közelében eltapossuk, vagy az megöljük, hát akkor ezek a zombik is meghalnak. Azaz lerobban a fejük a helyéről. Hát igen. Viszont most... Oké, jönnek ezek vele. Olyan, és itt lehet látni ilyen kis lárvákat, amik kijöttek. Ezeket gyors eltaposom, de azért le is fényképezem. Oké. Oké, na gyertek csak tovább. Jártak csak. Ó, na, hogyha láttok egy ilyen zombit, aki így a levegőbe kapálózik, az azt jelenti, hogy egy ilyen méhet próbál elhesegetni maga elől, vagy próbál elkapni. Elkaptam egy ilyen méhet, és hogyha majd, ezt majd megtartom szerintem. Ott pillanat. Ezt eldobom. Nem tudom, hogy ez most működni fog-e, de érem. Odaadom a pisztolyat cserébe. Na gyertek. Oké. Akkor most menjünk is szépen vissza a safe house-ba. Hogy megmentsük ezeket, kettejüket. Gyertek csak. Ide gyertek. Na hát most mit tart ilyen sokáig? Na. Oké, Aaronnak sikerült, Sophie-nak is sikerült. Tökéletes. Na, akkor security room. És megmentettük őket. Tökéletes, és el is értük a 8-as szintet. És most megint szintet léptünk, és most egyel több tucat tudunk magunknál elraktározni. És még kaptunk mellé egy új ilyen skill mozdulatot, vagy mit. Call for help first. You gotta line out or what?
signal's being blocked. I can't even contact HQ on the emergency room. So, we want to get our hands on Dr. Barnaby. We're going to have to secure a way out of here ourselves. All right. We've got to deal with the situation we've been in. The boneheads back at HQ might be working on something, too. There's a helicopter coming. 3 days from now. At noon, it's my ride. Is your ride reliable? Absolutely. That's how I plan on getting out of here. All right, then. I'll see to it that the VHS picks up the charter fleet. Can we take Dr. Barnaby as well? Sure. As long as you tell me what's going on. Okay. I'll tell you what you want to know. Later. We have more pressing business right now. If we have to wait here for 3 days, we'll need supplies. Water, blankets, and the like. We'll get Dr. Barnaby here tomorrow morning. I want you to keep an eye on the monitors. Igen, a case 1-et meg is csináltuk, és a case 2 az pedig csak 6 órakor fog kezdődni. Addig mi nyugodtan lófrálhatunk a plázában, akármerre mehetünk, bármit csináltunk, amit csak szeretnénk, úgyhogy én azt mondom, hogy mentsük is itt el a játékot, némi próbavavával a kezünkben, azt használjuk párnának, biztos nagyon kényelmes ez így Franknek. Igen. És itt is volna már 2 túlélő, akit megmentettünk. Aaron és Sophie. Hát a Bartot nem sikerült elhozni, de hát most nekem sem sikerülhet minden. Emellett még azt hiszem itt van valahol még ez a másik 2 ember is, akit a játék elején megmentettünk, ez a házas pár. Igen, ők azok. Tökéletes. Meg még nálunk van ez a méhecske is. Ó, igen, és akkor gondolom, még megmutatom nektek azt, hogy a méhecske mennyire is egy hatásos fegyver ebben a játékban, hogyha nagyon sok zombi van körületetek, és a földhöz dobtok egyet, na akkor ez történik. És ezt meg is fényképezem, ahogy lerobban a fejük, meg kiugrik belőlük ez a lárva, vagy mi. Tökéletes. Az azt hiszem, hogy a 2-ben is benne van. Ja, meg a 3-ban is. Igen, de a 4-ben viszont már nem, mert ott már nem méhek okozzák a zombi apokalipszist, hanem valami egészen más dolog. Na mindegy, szerintem ez a videó ennyi lett volna. Bár szerintem, amit ti most megnéztetek, azt én nem egy ilyen egy egész videóban fogom feltölteni, hanem külön fogom vágni ilyen rövidebb részekre, mert nem szeretnék egyszerre ilyen másfél órás videót feltölteni a netre, mert hát az internetem enyhén szólva nem a legjobb, ezért a feltöltés sebesség nem lenne túlságosan gyors, sőt, mi több eléggé lassú is lenne. Na mindegy, remélem tetszett nektek ez az első néhány videó a Dead Risingról. Én Clomen voltam, köszöntöm szépen a figyelmet, következő videóban majd találkozunk, addig is, sziasztok!